Hogy látja a Ferencváros eddigi nemzetközi szereplését, mi lehet a reális cél a csoportkörbe? A reális cél a csoportkörbe a harmadik és a második hely közötti valamelyik lehet. Tehát a csoport megnyerése az szerintem nem jön szóba, de a második, harmadik hely az egy elvárható szereplés lenne. Szerintem, mivel már régóta résztvevői vagyunk ugye a csoportköröknek BL vagy Európa Liga szintjén, ezért úgy gondolom, hogy most már egy ilyen továbbjutást, vagy egy legalább csoport harmadik helyet meg lehet célozni. Főleg az itthoni meccseket kellene hozni, idegenbe pedig minél több pontot gyűjteni, és akkor szerintem egy második, harmadik hely reálisan meg lehet. Hát ez a realitás, az Európa Liga. Karabakot, vagy a Trabzonspor náma ki kell ütni, 3-0. Ez esélyek nálunk vannak, meg kell őket verni. Megítélésem szerint jók az eddigi eredmények, és bízok benne, hogy ezen a meccsen is a szurkolók által elfogadható eredmény fog születni. Ez az Európa Liga csoportkör a realitás, a BL az túl sok lett volna? Hogy látja, mennyire csalódott a Karabag elleni meccs után? A csalódottság, de az volt a jogos helyzet alapján az volt onnan elvárható. Jelenleg még az Európa Liga az, amire most a Ferencváros képes. Hát én úgy látom, hogy a Karabag elleni meccs az nem sikerült itthon, és ott többet vártam, ott a teljesítmény eléggé harmatos volt. Azt, hogy utána mi lett volna, azt már nem tudjuk megmondani, mert az, hogy a csehekkel szemben mi lett volna, azt így utólag most már könnyű okoskodni, hogy mi lett volna. Ott azért szerintem a cseh csapat lett volna esélyesebb, de ahogy itt a Karabag ellen fordított eredmény született, mint amit vártunk, ott is lehet, hogy esetleg megfordult volna. Hát a BL csoportkör, azt nagyon sajnálom, viszont Európai Liga a kupa sorozatban vagyunk, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, és remélem minél tovább tudunk jutni. Hogy lehet, hogy mennyit változott a csapat játéka a nemzetközi porondon, mióta Csercseszov vezeti az együttest? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp sokat javult, és az előző teljesítményhez képest sokkal jobbak vagyunk. Hát szerintem mindenképp szórakoztatóbb, tehát a közönségnek jobb ez a játék. Ott inkább a taktika, az eredményre hajtás volt a cél. Most úgy gondolom, egy kicsit a közönség kiszolgálása is megjelent. Most már kicsit megnyugodtak, nyugodt, stabil háttér van, és most már figyelnek arra, hogy szórakoztató legyen a játék, ne csak az eredményesség domináljon. Hát ez majd az Európa Liga szereplés dönti el. Szerintem most gyengébbek az Európa Liga ellenfelek, mint tavalyiak voltak. Tehát a Betis és a Leverkusen sokkal erősebb csapat, mint itt. Tehát a Monacót például láttam, hogy legutóbb otthon kikapott, azt hiszem 4-2-re egy közepes francia csapattól. Tehát, és mindegyszerűen az ezzel mindent Trabzonspor, az verhető lenne szerintem, itthon legalábbis ez lenne a cél. Úgy változott a játékképe, hogy a játékosok is változtak a korábbi edzőkhöz képest. Jobb lett a keret, elégedett az igazolásokkal? Megítélésem szerint többet tudtak most hozzátenni a játékhoz. Hát talán a középpályát mondanám, azt, ahova maximum egy játékos szükséges lenne, vagy a védelmet egy kicsit erősíteni, de szerintem jók vagyunk így is. Hát Traoré az egyértelműen egy nyerőigazolás volt, megtartani nagyon nehéz lesz, de ez jó nekünk, amíg itt van, addig teljesít, termeli a gólokat, itt kinyílt szerintem játék stílusába. Én, akik távoztak, azt úgy gondolom, hogy az a lemorzsolódás eredménye, mert jobbakat igazoltunk, tehát mindenképp ez erről a lépés. Hajnal Tominak a munkája szerintem kiváló ezen a téren, jól deríti fel a játékosokat, meg nagyon jól mozgatja a keretet, pörgeti ki a nem idevaló játékosokat, akik nem illenek a taktikába, vagy egyéb okok miatt ők nem felelnek meg, és a helyükre nagyon, nagyon jó szemmel igazol posztokra, tehát mindenkinek megvan a helye, akit már kinéznek a csapatba, úgymond. És mi lehet a cél itt a csoportkörben? Második hely. Én nem tudom, de minél tovább jutni, és az egyenes kieséses szakasz minimum. Tehát a második hely az reális célkitűzés szerinted? Abszolút, vagy az első.